Székesfehérvár az egyik leggazdagabb múltú magyar város, a középkori magyar királyság egyik központja, évről évre különleges módon emlékezik meg történelmünkről e nyári ünnepség sorozattal. Őseink nagyságát most a közönség kedvenc óriás bábokkal idézzük fel. Itt áll előttünk első királyunk Szent István, aki évtizedek alatt a nomád szokásokkal bíró pogány törzsekből keresztény kultúrájú magyar államot hozott létre. Törvényeket alkotott az új keresztény szokások meghonosítása érdekében, pénzt veretett, vármegyékre osztotta az országot. Gizella István király feleségeként lett az első magyar királynő. A bajor király lányával német papok és lovagok is Magyarországra jöttek, akik szintén István pártfogói lettek. Gyermeküket, a mellettük álló Imre herceget trónörököshöz méltóan nevelték. Oktatását Gellért püspökre bízták, István pedig a fiának szánt 10 rövid fejezetből álló intelmében írta le, hogyan kell majd jó, igazságos, bölcs és erős királlyá válnia. Az első királyi pár kísérője az óriások között Asztrik érsek. Szerzetesként kapta az Anasztát, rövidítve Asztrik nevet. A király tanácsosaként lelkesen és eredményesen vett részt a térítő munkában. Nagy tekintélye lett. Nevéhez csodás gyógyulások fűződnek. Ha elnézünk a főutca irányába, már látjuk Szent István szüleit, Szent Imre nagyszüleit. Fekete ruhában, karddal a kezében közelek Géza fejedelem, Árpád unokájának, Taksonynak a fia. Az erdélyi zombor lányát a szépséges és erélyes Saroltot vette feleségül. Felvette a keresztény vallást, nevét Géza Istvánra változtatta, de régi hitét is megtartotta. Őt követi felesége Sarolt fejedelem asszony, erős, határozott nő, korának egyik legszebb asszony, aki segített férjének a kormányzásban és a keresztény hit terjesztésében. Nyomukban már érkezik az egyik legkalandosabb életű magyar király. Salamont már 10 éves korában megkoronázták. Unokatestvérei, Géza és László kezdetben kiegyeztek vele, de később háborút indítottak ellene. Ugyan megpróbálta visszaszerezni a királyságát, de ez nem sikerült. Az uralkodástól megcsömörlött magyar főurak közfelkiáltással első Gézát választották királyt. Hívei unszolására ugyan elfogadta a trónt, és királynak nevezte magát, de vonakodott magát megkoronáztatni, pedig a bizánci császár királyi koronát is küldött neki. A nép Magnus hatalmas, nemes lelkű királyként emlegette, s tisztelte őt. Halálát követően öccse, első László került a trónra. Megjött ő is, a várva várt Dalia, a nemzet bajnoka, aki nem csak az óriás bábok, hanem a kortársai közül is kimagasodott. Szent László a középkor legnépszerűbb uralkodója. Csodás tettei, számtalan anekdóta örökítette meg, már a legendákban kegyes királyként ábrázolják, a valóságban igen szigorúan voltak a törvényei. Számtalan templomot és kolostort alapított, gazdag adományokkal gyarapította az egyházat. Őt kíséri felesége, a német királylányból lett magyar királyné, Reinfeldi Adelaide. A gyönge egészségű asszony fontos diplomáciai szerepet játszott István és Imre szentté avatásának előkészítésében a pápai udvarnál. Családjuk
a kis Piroska hercegnővel válik teljessé. Két esztendős volt, amikor anyja Adelaide meghalt, majd édesapját is elveszítette. A 7 évesen teljes árvaságra jutott hercegnő évekig unoka bátyja Könyves Kálmán udvarában élt. Következő nagy királyunk könyvet tart bal kezében. Kálmán fiatal korában kart helyett kódex lapokat forgatott, nem véletlenül kapta a könyves jelzőt. Papnak szánták, mégis király lett, kora legműveltebb uralkodója. Szíve mélyéből kívánta a békét, élete jó részét mégis csatákban töltötte. Nagyra vágyó öccse az egész életét megkeserítette, számos összeesküvés szervezett ellen. Kálmán 20 év után ezt megelégelte, parancsot adott öccse Álmos és annak fia Béla megvakítatására. Szent László ugyan Álmos herceget jelölte utódjának, de a főurak végül bátyját, Kálmánt választották királynak. Álmos az ország harmadát kitevő hercegséget kapta, ő mégis minden áron király akar lenni. Legalább 5 alkalommal szőtt összeesküvés testvére ellen. Külföldi segítséggel, vagy épp főúri támogatóival próbált bátyja életére tűnni. Gyűjteményünk egyik új tagja a felvonuló sorában az utolsó előtti király, II. István. Apja Könyves Kálmán koronáztatta meg alig 5 éves korában. 10 év múlva atya halálát követően vette át az ország irányítását. Kegyetlenkedésektől sem visszariadó, szeszélyes uralkodó lényével állt. Halálával az Árpádház utód nélkül maradt. A kihalás szélére sodródott. Együtt a 2016-os koronázási ünnepi játékok központi alakját, a világtalan országvezetőt, a fény koldúsát, II. Vak Bélát. Amikor II. István hírt kapott arról, hogy a megvakítatott Álmos fia, II. Béla teljes elszigeteltségben él a pécsváradi apátságban, úgy határozott, a vakherceget birtokokkal látja el. II. Vak Béla lett a király. Uralkodása alatt nagyrészt felesége, az erőskezű és kegyetlen Ilona királyné kormányozta az országot. Thank you.
együtt a nagy királyi család 15 tagja. Szülők és gyermekek, testvérek, unokatestvérek, kalandos életutak, gyarapodó ország, megszilárduló hatalom. Magyarország történelmének óriásai itt, a történelmi fővárosban, Székesfehérváron, a középkori Magyar Királyság legnagyobb és legfontosabb temploma, a Nagy Boldogasszony Bazilika romjai körül.
Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitóján. Ahogyan Önök is láthatták, a rendezvénysorozat főszereplői, a koronázási ünnepi játékok közel 5 méter magas óriásbábjai már elfoglalták helyüket itt, a belváros szívében. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak köszönhetően pedig Beethoven Szent István nyitányát hallgathattuk meg közösen, melyre Falvai Miklós komponált animációs filmet a magyar koronázási palástról. Most pedig következzen a verses zsolozsma Rajmundusz mester tollából, Blaskó Péter a nemzetművésze, Kossuth díjas, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész tolmácsolásában. Közreműködik Szirtes Edina Mókus és a koronázási szertartás játék zenekara. Eljött immár Szent Istvánnak tisztelendő ünnepe, illik pedig a világnak minden nap tisztelnie. Mindenek nagy vígan áldják, kik az Isten örökét és a szentek társaságát ő általa megnyerik. Mondja bizony minden ember, boldog vagy Pannónia, zengjen ajkad, szóljon vígan most az Isten himnusza, mert nem a köznép sorából küldött Isten nevelőt, királyod lett, prédikátor, apostolod, magvetőd. Gézának, a szent vezérnek szent gyermeke származott, kin a kegyelem már anyja méhében eláradott. S amaz István intésére, ki első szenvedett, mikor meg sem született még, Istvánnak neveztetett. Magát zsenge kora óta az Istennek szenteli, s útjait tisztán megóvta a gyermeksége idején. Ám mikor szent fiatalsága korában kinőtt, és a férfikor virága erőssé edzette őt, attól fogva dicsőséges híre 7 országot ér. Bátor, okos, erősséges, győzedelmes hadvezér, e világi fegyverekkel Isten katonája volt, minden jókat szeretettel, szenvedéllyel fölkarolt. Ha a nemzet mesterének mást is bírna vallani, tetszett volna Istenének más apostolt küldeni. Ám e nyakas, délceg fajta, kardos markú nemzetet nem más, csak egy maga fajta, harcos téríthette meg. Az oroszlánt leigázni a nagy Sámson kelletik, magyaroknak prédikálni erős király küldetik. Torkából az oroszlánnak drága lépes méz csepeg, magyar szájból immár jönnek édes szép dicséretek. Erénynek és kegyelemnek fény lett benne sok jele, csodálatos türelemnek malasztjával volt tele. Bizonyság rá a szegénység, kiket jóval halmozott. Akik szakállát megtépték, szentségtelen koldusok, ő ezt jókedvel viselte, s Istennek hálát adott, hogy az Úr méltónak lelte szenvedni gyalázatot. A királyok uralmának a halállal vége jár. Országlásuk bevégezvén, fölségük is oda már, ám István szent hatalmának a halál nem szab határt. Fönn az égben nyer magának múlhatatlan glóriát. Nagy szent, jeles törzs szülötte, de hitével jelesebb. Szorgos benne a reménység, és szilárd a szeretet. Hogy végére ért a pálya, megvetvén a föld színét, Jézus Krisztusnak ajánlja dicsőséges szellemét. Örvendez, királyi város, Székesfehérvár, nagyon! Egy nagy király valóságos székhelye benned vagyon, mert te őrzöd dicsőséges, boldogságos tetemét, ő nevével vagy te ékes. Boldog város, büszke légy!
Köszönjük szépen ezt a fantasztikus előadást. Most pedig engedjék meg, hogy felkérjem dr. Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét ünnepi köszöntőjének megtartására. Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim, kedves Székesfehérvár, tisztelt püspök úr, kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a ma este a Királyi Napok 2016-os rendezvény sorozatának megnyitójakor elsősorban azt kívánjam önöknek, hogy a következő napokba érezzék nagyon-nagyon jól magukat itt Székesfehérvár belvárosába a különböző programokon. De miközben ez minden bizonnyal megtörténik majd, gondolkodjunk el mindig azon, hogy amire emlékezünk ezen napok keretében, legyen az koronázási szertartásjáték, muzikaszakra, Fény utca, vagy éppen néptáncfesztivál, vagy az augusztus 20-ai ünnepségek, azokból nagyon-nagyon-nagyon sok minden itt a mi városunkban, Székesfehérváron történt meg. Azaz ezt megmutatni, bemutatni és felvállalni csak ennek a városnak van történelmi joga. De ez a jog egyben nekünk kötelességünk és felelősségünk is. A belvárosban lenni, egy szakrális téren sétálni, ahol nem csak ezek a bábok, hanem annak idején elődeink is megtették azt, ez felelősség, amit az Árpádház program keretében tudatosan vállalunk. Amikor azt kérjük tehát, hogy a szimbólumok viszont térjenek haza Székesfehérvárra, például az a palást, amit itt előbb láthattunk, akkor nem mást kérünk, mint történelmi jogaiba visszahelyezni ezt a várost. De nem öncélúan, hanem azért, hogy a nemzet történelmi fővárosa felvállalva ezt a felelősséget, igyekezzen megtenni mindent annak érdekében, hogy úgy éljen, úgy cselekedjen és úgy fejlődjön, ahogy több mint 1000 éves múltja arra bennünket kötelez. Én tudom, hogy akik ma este ide eljöttek a főtérre, sétálnak majd a Fény utcán, a belvárosba, a következő napok eseményei részt vesznek, azok azban a tudatban jönnek, hogy szeretnék ezt átélni fehérváriként és Fehérvárra érkező vendégünként egyaránt. Határon innen és határon túl magyarok érkeznek zarándoklatként Székesfehérvárra. Ahogy a csángóktól hallottuk néhány évvel ezelőtt, minden magyarnak egyszer el kell jönnie ide Szent István sírjához, a nemzet egyik történelmi fővárosába. Kívánva tehát önöknek jó szórakozást, azt is kívánom magunknak, hogy miközben átéljük ezeket a boldog napokat, érezzük át, hogy ez itt a mi városunkban történhetett. Nem biztos úgy, ahogy mi azt most megelevenítjük, de úgy, ahogy ez a szellemiség mindenképpen ma megjelenik. Írjuk alá az íveket, vegyünk részt a rendezvényeken, néha imádkozzunk és gondoljuk át, hogy Székesfehérvár az a hely, ahova mi születtünk, amit mi otthonunkként szeretünk, és amire büszkék lehetünk, több mint 1000 éves történelemmel rendelkezik. Igen, dicső történelemmel, de ez nem öncél, és nem öncélú jelent, hanem egy jövőbeli építkezést jelenthet akkor, ha képesek vagyunk az 1000 éves történelemből levonni azt a tanulságot, hogy csak összefogással, csak azt keresve tudunk előre lépni, hogy miben tudunk egyetérteni, és miért tudunk közösen tenni a mindennapjaink sorába. Engedjék meg továbbá, hogy miközben ünnepélyesen megnyitjuk a mai Királyi Napok rendezvénysorozatot, és kívánunk mindenkinek nagyon szép napokat, sok-sok élményt a következő egy hétre, vagy kicsivel több, mint egy hétre, egy szép hagyományt is folytassunk, hiszen tavaly Kaposvárral elkezdtük azt a hagyományépítést, hogy a nemzet történelmi fővárosának eme dicső ünnepe az nem csak Fehérvárnak szól, hanem a haza egészének. Most az a város, amit hívunk, és itt van velünk ezekben a napokban Eger városa, szintén nagyon komoly történelemmel, hagyományokkal, kulturális élettel rendelkezik. Engedjék meg tehát, hogy megkérjem Habis László polgármester urat, hogy jöjjön föl, mondja el ünnepi köszöntőjét, és ezzel közösen nyissuk meg a 2016-os Székesfehérvári Királyi Napokat. Érezzék nagyon-nagyon jól magukat! Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt püspök úr, tisztelt polgármester úr, Székesfehérvár és Eger. Valóban, ahogy elhangzott, két töltelmi város.
Fehérvár a koronázóváros, és Eger, ahol a Szent Király 1004-ben püspökséget alapított. Ez meghatározta városunk múltját, az elmúlt ezer esztendőt. A hagyomány szerint a nagy király, legalábbis az egri legenda szerint a nagy király egy időben egy közeli dombról figyelte, hogy a várban hogyan épül a székesegyház. Ezért ezt a dombot ma is az egriek királyszékének nevezik. És egy másik egri vonatkozás az Árpádház tekintetében, hogy Imre király 1204. novemberében Egerben hunyt el, ott temették el a várbéli székesegyházban, de egyes kutatások szerint később maradványait, földi maradványait a magyar királyok székesfehérvári temetkezési helyén helyezték örök nyugalomban. Sok minden összeköti ezt a két várost. Összeköt minket az, hogy a török idők után barokk stílusban épült, csodálatos belvárossal büszkélkedhet mindkét település. A püspöki palota itt, az érseki palota Egerben. Vagy hogy példát említsek, a fekete sas patika itt, a telekesi patika Egerben. Az István Király Múzeum itt, a Dobó István Vármúzeum Egerben. Összeköt minket olyan művész, mint Malbercs, aki Egerben az egyetemi házat építő Eszterházi püspök megrendelésére a Líceum kápolnájának mennyezetfreskóját készítette el, itt pedig a Szent József Karmelita templom viseli a művész kezenyomát freskókkal és lenyűgöző oltárképekkel. De összeköt minket az, hogy mindkét városban nemzeti emlékhely található, vagy hogy még egy érdekességet említsek, a fertálymesterség hagyományát. A fertálymesterek itt is a városi tanács rendeleteit közvetítették, közel működtek az adókivetésben, a kocsmák ellenőrzésében, mint olvastam, 1776-ban bort mértek a városháza pincéjében itt Fehérváron. Nos, nálunk ezt a hagyományt a 90-es évek elején felelevenítettük, azt követően, hogy évszázadokig működött, de aztán 1949-ben betiltották. Úgy gondoljuk, hogy ez a szép hagyomány méltó mindkét város figyelmére, közösségteremtő ereje van. Vagy említhetném Szvorényi Józsefet, a kiváló tudóst, nyelvészt, akit Egerben szenteltek pappá, itt Székesfehérvárot tanított a cisztereknél, majd 9 évvel később visszakerült Egerbe, és ott a Ciszter Gimnázium igazgatója volt. Sorolhatnám ezeket a példákat. Azt gondolom fontos, amit Cserpalkovics polgármester említett, hogy a kettőtelmi városnak megvan ma is a szerepe, felelőssége és lehetősége. Nagy szeretettel várjuk Önöket adott esetben Egerben, és nagyon köszönjük ezt a kedves meghívást. Azon leszünk, hogy máskor is művészeink, tudósaink, kiváló pedagógusaink, civil szervezeteink is megjelenhessenek itt Székesfehérvárot ezeken a csodálatos ünnepnapokon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kedves hölgyeim és uraim, idén is fényárban fog úszni a belváros a Székesfehérvári királyi napok ünnepélyes megnyitója után. A fesztivál népszerű látványossága a Fény utca egészen augusztus 21-éig minden este 21 órától várja a járókelőket a belvárosban, ahol az épületek szolgálnak vetítővászonként. Szeretném felkérni dr. Cserpalkovics András és Habis László polgármester urakat, hogy közösen kapcsolják fel a szimbolikus gombnak a segítségével a Fény utcát, és ezzel ünnepélyesen is vegye kezdetét a Székesfehérvári királyi napok programsorozata, melyhez mindenkinek jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk.
Hey!